Na, egy romos house tourra jöttem ma. Felújítás lesz, ezt a falat kell megcsinálni, mert rohad az egész, meg az ablakokat kicserélni. Aztán, ha minden igaz, akkor fűtéskorszerűsítés is lesz. A fürdőszobában is vannak ilyen fincsiségek. Aztán itt is lesz ablakcsere, itt is festés végig. A konyhában is. Ezt az ajtót is le kell festeni, vagy hát az ajtókeretet, mert az ajtó az egy függön. Ezt a szobát, ezt ki kell festeni. Kellenek új függönyök, meg új chiller. Akkor lehet itt is radiátor lesz. Ez a szekrény ugye elmegy, ez a szekrény sor. A barátnőm most vett lakást, úgyhogy használja egészséggel. Na, elment innen a szekrény. Az az egy kis árva itt maradt, mert nem fért rá a fotóra. Úgyhogy most nagyon üres. És nagyon jó. Ja, és kaptam cserébe jó csehó jégpálinkája, meg Bodza sörpikét. Thank you! Tadá! Új ablak. Nagyon beauty lett. Na, ugye most már az előszoba ablak egy ideje kész van. Ezt a védőmatricát is levettem róla. Itt a fürdőszobában is. És most jön a fűtéskorszerűsítés. Itt az új kazánom. Itt a régi villanyboiler. Ez lekerül. A kazán ide kerül. Ez a törőközösszeállító, az valószínűleg túl nagy, mert nem fog ide beférni. Most lehet, hogy ebben egy kisebb lesz. Itt lesz az ablak alatt. Ez a nagy radiátor. És itt a csövek máshogy lesznek. És itt lesz a szobában ez a cső helyett. Itt be fog menni a falba, és itt alul fog jönni. És itt lesz egy radiátor, meg ott lesz egy radiátor, amik itt vannak. Így áll a helyzet. Itt az új kazán. Jupi! Új törölközőszárító, új panka, és nincs ott a cső. Itt alul meg. Itt van a sok cső. Hú, de király. És itt lehet nézni. Hát. Tudjátok, hogy van az? Mielőtt rendet raknátok, még nagyobb kupi lesz. Hát így halad a felújítás. Nézzünk be a szobába. Úristen, hogy néz ki a pult. Az nice. Wow. Fantasztikus. Jaj, le lett falazva a lukam. Mikor lesz már készen? Sohasem úgy érzem. De legalább van falam. Yeah! Kész van a csodafal. Ide jön még a radiátor. Nagyon baba lesz. Jaj, de jó. Kitaláltam, hogy milyen színű lesz ez a szoba, és már meg is vettük a festéket, ilyen tört fehéres, koszos fehéres, barack virág színűs szín. Itt a konyhában pedig sárga lesz, mint most, csak kicsit halványabb. Kb. 20 percet álltam a festékboltban, és vacilláltam a majdnem ugyanolyan színek között, de
végül is sikerült döntenem, és remélem, hogy jól döntöttem. Most épp összeszedem a szemetet, szelektívet, és próbálok rendet rakni, és utána holnap takarítani, mielőtt jön a festő. Eltűnt a szelektív. Ezeket kéne levinni a ház elé, csak leszari vagyok. Persze, miután letakarítottam az egész pultot, azután jöttem rá, hogy elfelejtettem a szekrényt, a teljes takarítom, úgyhogy fú. Most fogom levinni ide a ház elé ezeket a cuccokat, mert most már kicsit besötétedett, úgyhogy suttyomba lerakom, aztán remélem, hogy éjszaka valakinek kapás lesz. Most vittem le ezeket a cuccokat, és már jött egy úriember, hogy hú, de jó, hát esetleg hoztok még le valamit, mert hát már is hozom a segítséget, úgyhogy kasztára talált minden. Kapás van. Minden kör után egyre boldogabb vagyok, és ezek az emberek is egyre boldogabbak, hogy ennyi szart összegyűjthetnek. Zsír, mehet a következő kör. Ez nagyon király. Elvittek mindent. Vagyis még itt kukáznak a ház előtt. És szép lett a konyha is. Holnap jönnek a lányok segíteni. De hát így. Kicsit lehizzottam ebbe a pár kör lépcsőzésben. Na, hazaértem, letusoltam. Holnap reggel megnézem, hogy tényleg elvitték-e a cuccokat, vagy csak szétpakolták, és egy undorítóságot hagytak ott, de szerintem elviszik egyébként, de hogyha nem, akkor láttam a közelben egy lomtanítást, és lehet, hogy oda átcsempészem a cuccokat. Hát, nem tudom még. Jó napod! Jaj, de jó. Megjöttek a legjobb segédek. Gyerek, hoztam musit. Szóval hát, ha nincs musit, de nem tudom, előre készültél. Jó napot! Úristen, very big. És festőjön, mert ezt mondtam most ebben. Jön előkészíteni. Ezt lesiszolja, meg mély alapozza, meg mindent. És utána te már. És utána, hát szerintem is festeni is segít, már spanok vagyunk, tudod. A videó kép. Ez
köszöntelek titeket itt a videómban. Szóval ez itt egy house tour lesz. Nem tudom, hova nézed, mert itt van a néződ, itt van a kamera. Itt vagyunk a house tourba, itt van az ajtó. Megtalálta a bécé. Kézmosó. Egy tükör. És itt lesz jobbra a konyha. Van itt minden, van nálunk minden, van nálunk pénz, mindenki hallgat. Dolgozzanak az asszonyok! Egyre többen vagyunk. Most ez jön. Be van fóliázva. Amúgy szingli. Elfogyott a tecsánk. Na. Halad, mindjárt kezdjük a festést, ha minden igaz. Ebből a kamera is kapott. De van akkor. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her. The situation loves me. Lonely as I am. Together we cry. Tegnap este még egy rétegben megcsináltam a fürdőszobát. Hát nem mondom, hogy szép lett, de lett. És minden csupa festékes lett. Meg itt körbe van snájdolva. És a konyhában is. És már ezt fogjuk burítani. Úgyhogy, ja igen, meg a szoba az teljesen kész lett, meg a fürdőszoba ajtóra, ma kerül rá a máz. Mennyire király? Na, kész lett a festés. Ilyen világosabb sárga lett. Fürdőszoba maradt fehér. Ott a sarokban még szerintem egy kicsit kéne még egy réteget festeni, mert ott nagyon csúnya volt a plafon. Szóval, ez lett festve, megmázolva. És most nagyon beauty. Ez a szoba meg ilyen színű. Nagyon tetszik. Szerintem nagyon szép lett. Ja, meg a bejárati ajtó lett még lelakkozva. Ezt én csináltam egyedül, de még kell rá egy réteg. És most mindjárt jön Laura, és segít elpakolni ezt-azt. Leginkább fel kell szedni a fóliát, meg leszedni a tézaszallagokat. Ennyit tudunk tenni ma az ügy érdekében. Már is jobban hasonlít egy lakásra. Fú, nagyon tetszik. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik. És amúgy olyan satisfying ezeket letépni.
az a nagy helyzet, hogy ki van takarítva meg minden. És most jöttünk rá, hogy itt ázik a fal. És ennek a túloldalán a tusoló van. És most az a gyanú, hogy valószínűleg onnan ázik. Úgyhogy tegnap megpróbálta szétszedni a srác, de nem bírta. Úgyhogy ma visszajön, és kiszedi innen a helyéről. És aztán reméljük, hogy megoldódik ez a probléma is. Fent van gyönyörűen a radiátor, meg Ádám felszerelte ezt a karnist, úgyhogy majd ide kell szerezni egy függönyt. Meg felszerelte oda is vissza a régi karnist, meg a két szép új radiátor, és ide is. Itt nincs ajtó, csak egy függöny lesz majd. Mi a meg ezt is felrak, tehát egy sokkal jobb szerintem, mint az előszobában. Kipakoltuk az egész szobát, biztos nagyon visszhangzik egyébként, mert fel lesz csiszolva a parketta holnap. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyi lesz a változás. Could you be love and be loved? Parketta csiszolás után. Látszódik nagyon a változás. Meg amúgy az egészen nagyon zora lett. Rövidebbre vágtam, mint akartam. De hát, ez van. Nekem nagyon tetszik. Ilyen gyönyörűségesen megipszeltem. És most jöhet a csiszolás. Szerintem ezt nem szereti a kamera. Ádám megcsinálta a lefolyót új szifonok. Én meg a falat lefestettem. Hát látjátok, milyen gyönyörű. Lecsiszoltam, lefestettem, legletteltem. Gyönyörű lett. Vagy hát jobb. Persze elég kokány az egész. De én csináltam. És ez számít. Képzeljétek el, Doris múltkor elvitte a kis fekete íróasztalt, és kaptam cserébe tőle egy üvegbort. Úgyhogy Dorisztal nagyon jó üzletelni, mert legutóbb, mikor a fekete szekrény sort adtam neki, akkor egy üveg pálinkát, meg egy üveg bozaszörpöt adott cserébe, úgyhogy lehet, hogy megbontom ezt a kis borocskát így délutáni takarításhoz. Thank you.
most jön a fogantyúk kicserélése. Ezt már kicseréltem, ezt most szedtem le, és itt vannak az ujjak. Most leszedem a többit, letörölgetem a szekrényeket, és mehetnek fel az ujjak. Na, milyen jó lett. One eternity later. Sziasztok, üdvözöllek titeket a felújított lakásban. Ezeket a függönyöket képzeljétek el, hogy turkáltam. És pont akkorát, amekkorára szükségem volt. És még a színük is ilyen krém színű, amit passzol a lakáshoz. Úgyhogy ez egy nagyon jó fogás volt. A fürdőszobában ezek a lámpák, ezek újak. Bátyámtól kaptam, kukázta őket, és Ádám pedig felszerelte, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Jövünk tovább a konyhában. Ugye itt az asztal lett kicserélve, a zöld helyére ez került. Ez egy kinyithatós asztal itt is, meg a másik oldalán is van egy ilyen felhajló szárnya. És akkor ha elforgatjuk, akkor tök nagy lesz. Aztán jön a szoba, hát ez a kedvencem. Ez a szekrény. A Facebookon vettem használtan. És annyira szép színű van, ilyen színátmenetes egyébként. Kékes-zöld szín. És szerintem tök király itt ezt a lámpát. Szintén Bástya kukázta. Köszönöm szépen, Bástya. Nagyon király ez a függöny. Köszönöm szépen, Doris. És ez az asztal, amit valamelyik nap hoztunk el Mutertól. Ennyi lenne igazából. Nekem nagyon tetszik. Annyira összeállt a végére az az egész. Hát ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, és köszönöm szépen mindenkinek, aki segített ebben az egészben. És remélem, hogy találkozunk még legközelebb is. Legyen szép napotok, és töltsétek hasznosan a szabadidőtöket. Sziasztok!